A Kozma István Magyar Birkózó Akadémia egy olyan képzési-nevelési centrum, mely az Országos Szövetség sporták fejlesztési programjának keretén belül a 15 és 23 éves kor közötti tehetségeknek központi képzési lehetőséget nyújt. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó a pécsi regionális tájékoztató fórumon beszélt a képzésről, valamint egy tudományos akadémia létrehozásáról. Hiszen a világon elsőként tudjuk ezt megcsinálni, minden feltétel adott, és hát én csak világbajnoki munkával tudom értékelni a jövőt, és hát bizony biztos vagyok abban, hogy a gyerekek hamarosan hozzák az első világbajnoki érmeket, és ez az akadémia pedig a világon a legkomolyabb szinten kutatja a birkózást, teremti meg a fejlődését, és segíti az edzőknek a továbbképzését. A Csepelen felépült létesítmény elsősorban a birkózást szolgálja, de a helyi lakosokat is azzal, hogy különböző rendezvények színhelye lehet, mondta Bacsa Péter, a nevelőműhely szakmai felelőse. Azért a magyar birkózó sport nem akkora, hogy több akadémiát elbírja Magyarországon. Ez Budapesten, közelebbről Csepelen egy kertvárosi részen lesz, ahol az első ütem már meg is valósult, hiszen most szeptemberben avattuk az országos bajnokság alkalmából föl azt a két szinten 9 birkózó szőnyeges minden igényt kielégítő komplexumot, amit már alig várunk, hogy birtokba legyünk az akadémistákkal. A pécsi birkózás 2017-ben alakult újjá. Azóta volt már Európa-bajnok, a korosztályos válogatottja és olimpiai kerettagja is az egyesületnek. Igaz, hogy már zajlanak az edzések, az általános iskolák tornatermeit egyelőre nem használhatják a birkózók, de a PMFC stadion kis csarnokában nap mint nap készülhetnek. A tervek szerint ez a létesítmény lesz majd a szakosztály új székhelye. Központilag készülnek fel, nem csak a egy-egy napokra mennek föl keretedzésre, nem azt az egy-két hetet töltik ott, hanem életszerűen fennélnek ebbe az akadémiába. Egy zárt rendszerben biztosítva vannak a tanulmányi, étkezés, orvosi háttér, kiváló szakmai keretek között tudnak, a legjobb edzők kezei alatt vannak. Hiszünk benne egyelőre. A Kozma István Magyar Birkózó Akadémiai képzés 2021-ben indul, remélhetőleg sok jövőbeni világklasszis sportolóval.